A Fűzérradványban rendezett vadásznap és vadétel főző verseny programjában többek között trófea kiállítás, vadászkutya bemutató főzőverseny előadások szerepeltek. A vadászok és vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetségének elnöke a rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, a vadásznapok a vadászbarátságok ápolása mellett alkalmat teremtenek arra, hogy megmutatkozzanak a nem vadászó társadalom előtt. A vadászati kultúránk hagyományait is be tudjuk mutatni a jelenlévőknek. Szeretnénk azt, hogy mindenki érezze és lássa, hogy a vadállományunk és vadászati hagyományunk jó kezekben van, és egyértelmű, hisz mindenki számára nyilvánvaló, hogy mindez a nemzeti örökségünk részét is képezi az erdőink benne a csodálatos vaddal együtt. A miniszterelnökség kulturális örökség védelemért felelős helyettes államtitkára a vadásznapon arról beszélt, hogy kulturális örökségeinket, így a Károlyi kastélyt is, mely szerepel a kormány kastély programjában, olyan tartalommal kell megtölteni, amelynek köszönhetően vonzó turisztikai célpontokká válnak. A kastély megújulása egy olyan attrakciót hoz létre, amely turistákat vonz. Bízunk benne, hogy a Forster Központ olyan tartalmat is beleálmodik majd, amely nagyon sok ember számára lesz vonzó. Ha körülnézünk a kastély környezetében, akkor nem csak a kertet látjuk, amely ugyancsak nagyon szép és felüdítő látvány, hanem látjuk a tágabb környezetben a gyönyörű környezetet, a gyönyörű tájat, a hegyeket, és mindez azt kínálja, azt a lehetőséget vetíti elénk, hogy nagyon sok ember számára lesz ez majd vonzó. A főzőversenyen felvidéki kárpátaljai csapatok is részt vettek, de az ország több tájegységéről is érkeztek nevezők. A versenyzők saját tájegységeikre jellemző vadételeket készítettek. A mai menünk egy nagyon egyszerű változat lesz, mint majd láthatják, egy csütörtökön lőtt fácán leves csiga tésztával és egy különleges vasi specialitással, zsemlemártással szolgáljuk majd fel. Utána megpróbálunk mi, akik nem vagyunk vadászok, csak gyakorlaton lőttünk fegyverrel, egy szarvas pörköltöt idevarázsolni egy hagyományos étellel, túrós strapacskával. És hogy ami majd a ráadás lesz, hogy a végén egy sült almában vasi lekvárral töltött nagytartsai dió lesz felszolgálva. A programokba a vadász és a nem vadász társadalom egyaránt bekapcsolódott.